Köszöntöm a kedves televíziónézőket a TV21 Ungvár stúdiójából. Profit című gazdasági magazin műsorunkat látják. Együttműködési megállapodást kötött Kárpátalja és Bács-Kiskun megye vezetése a jövőbeni gazdasági és egyéb együttműködési lehetőségekről. Az eseményen mi is ott voltunk. Ez lesz mai adásunk első témája. Tartsanak velünk! Függetlenül a Budapest és Kijev közötti feszült helyzettől helyi szinten jók a kapcsolatok. Ezt bizonyítja az is, hogy Kárpátalja és Bács-Kiskun megye között egyre szorosabb és egyre tartalmasabb a kapcsolat és az együttműködés. Hangsúlyozta Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai megyei tanács első elnökhelyettese az ungvári tárgyalások alkalmával. Az együttműködés a két régió között, amelyek térben messze esnek, teljesen reális. Én kétszer volt szerencsém ott lenni, és láttam, hogy mennyire élenjáró ez a régió. A szőlészetben, borászatban, az intenzív zöldségtermesztésben, és azon kívül az oktatásban, a szakképzésben. Itt mi Kárpátalján szeretnénk felújítani és még jobban megerősíteni a szőlészet és a borászatot, és erre lehetőségek kínálkoznak. Azon kívül az intenzív zöldségtermesztés is nálunk működik jelentős mértékben, a Ukrajnában a piacot Kárpátalja látja el, viszont van sok olyan dolog, amit megtanulhatunk a Bács-Kiskun megyeiektől, és én gondolom, hogy mindenképpen fontos lesz számunkra az, hogy a mi gazdáinkat, a vállalkozókat, akik ezen a téren akarnak valami fejlesztést és előrehaladást, boldogulást elérni, azokat oda ki tudjuk vinni, és ott a tapasztalatokat össze tudják gyűjteni és ide behozni, és azt felhasználva még intenzívebben, még eredményesebben tudjanak működni. Ebben segít a magyar kormány is, amelyik az EGANEDE gazdaságfejlesztési terv révén sok támogatást nyújt most a kárpátaljai gazdáknak és vállalkozóknak. A szaktudás megszerzés után pedig lehetőség kínálkozik arra, hogy a boldogulásnak itt a szülőföldön való körülményét javítsuk és megteremtsük. Más területeken is együttműködhetünk, így például a turizmus terén, hiszen Kárpátalja a turizmus célvidéke kell, hogy legyen, már Ukrajnában most is az, de a magyar turisták számára is. Hiszen történelmi turizmus, faluturizmus és mindenféle más turizmus is elképzelhető, hogy a külföldiek számára is lehetőséget kínáljon. A Bács-Kiskun megye is a turizmus terén élenjáró Magyarországon. És gondolom, hogy ahogy a mostani küldöttség itt nagyon jól érzi magát, és kedvet kapott arra, hogy máskor is ellátogassanak hozzánk, és ez a kapcsolat tovább fejlődjön. Ugyanúgy másokat is szívesen fogadunk, vendégül látunk, és így a két régió közötti kapcsolattal a régiónk és Magyarország közötti kapcsolatot is megerősíthetjük, ami számunkra rendkívül fontos, mert bízunk abban, hogy az országaink közötti viszony is idővel javulni fog. Ez persze bizonyos feltételek teljesítése szükséges Ukrajna részéről. Azonban az új elnökkel és a majdani parlamenti választások eredménye alapján bízunk, hogy olyan hatalom kerül Ukrajna élére, amelyek a szomszédokkal való jó viszonyra fognak törekedni, és így a kisebbségekkel szemben is más politikát fognak alkalmazni, ami lehetővé teszi a két ország közötti viszony javulását is. Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke kiemelte, bár nagyon fontos a hivatalos kapcsolatok kiépítése, azokat pénzre kell váltani, és folyamatossá kell tenni. Bács-Kiskun megye Magyarország nem csak legnagyobb területű megyéje, hanem az egyik leggazdagabb is, különösen mezőgazdasági szempontból. Sok olyan dolog van, amiben tudunk együtt gondolkodni. Ilyen például a szakképzés fellendítése Kárpátalján, illetve a turisztikai útvonalak kiépítése. Hangsúlyozta Rideg László. A két megye egymással nem határos, de ezek földrajzi határok. Én úgy gondolom, hogy az emberek közötti kapcsolatok mindent át tudnak hidalni, tehát például ezt is. Nagyon régi testvérvárosi kapcsolat van Beregszász és Kecskemét között például. Ugye akkor, ha jól tudom, akkor például a Munkácsi Városháza és a Kecskeméti Városházának a tervezője ugyanaz volt, tehát nagyon hasonlít egymáshoz, ez egy még régebbi kapcsolat, de ezen kívül van még három településünknek testvértelepülés.
kiterjedése Kárpátalján, és megkérdeztem a Bács-Kiskun megyében a 118 polgármestert, hogy ki szeretne még újabbakat, és hoztam ajánlatokat, ajánlkozókat, mert úgy gondolom, hogy a hivatalos kapcsolatok azok nagyon fontosak. Azok kiépítése és természetesen az együttműködési megállapodás aláírása, de ezt apró pénzre kell váltani, és folyamatossá kell tenni. Úgyhogy elnök úrral például arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne egy hosszú távú szakképzésre épülő kapcsolatrendszert kialakítani, hiszen azért úgy látom, és úgy tapasztaljuk, hogy itt Kárpátalján nagyon hiányzik az, hogy szakmai tudás is legyen a fiatalok kezében és fejében, és ezt mi Bács-Kiskun megyéből tudjuk hozni, hiszen Bács-Kiskun megye a Magyarországnak a csak legnagyobb területű megyéje, hanem nagyon sok mindenben az élen jár, különösen a mezőgazdasági termelésben, ami úgy gondolom, hogy hosszú távú folyamat lesz, és ebbe tudunk segíteni. Tehát például a megyében van, Bács-Kiskun megyében az ország legtöbb termálfürdője, és a termálvíz hasznosítása is üvegház fóliában. Én úgy gondolom, ez segítség lehet az itteni gazdáknak, hiszen itt is található termálvíz is, meg fólia is. Nagyon sokan megélnek Bács-Kiskun megyébe abból, hogy fólia alatt termelnek különböző dolgokat, ami szerintem úgy hihetetlen, mert valószínűleg mindenki tudott már, meg hallott már a zöldségtermelésről a fólia alatt, de hogy mondjuk 60 hektáron dinnyét termeljenek fólia alatt, azért ehhez tényleg a szaktudás kell. Tehát ha én ültetném, vetném el őket, akkor nem biztos, hogy azok rendesen hasznot hozóan teremnének is. De ugyanígy igaz ez például a petrezselyem zöldjére. Tehát ott több tucat hektáron termelik azt, és az egész ország termelésének nagyobb részét ott adják el, és ezt főleg a hölgyek végzik. Tehát még nem is férfi munkára van hozzá szükség, ami szerintem egy lehetőség lett. Ugyanúgy a szamóca termesztés is, hiszen ott is nálunk Bács-Kiskun megyében több tucat hektáron több ezer család él meg abból, hogy a szamócáját korábban tudja a piacra vinni jó minőségbe, mint más vidékekről. Úgyhogy ez az ország rész, Bács-Kiskun megye, itt a szőlő és bortermelésben is legnagyobb mennyiséggel, és most már nyugodtan mondhatom, hogy igen jó minőséggel rendelkezik, hiszen ennek az alföldi bortermelőknek olyan elismerésük származott, például tőlünk származott az ország tavalyi évvégén az új borok közül az onnan származó kapta a legmagasabb minősítést, túl azon, hogy aranyérmet kapott, a legtöbb pontot érte el. Olyan szőlő és borfeldolgozóink vannak, amelyek egyediek Magyarországon belül is, tehát át tudjuk adni a tapasztalatokat. A találkozón gazdaságpolitikai kérdések is terítékre kerültek. A kiszámíthatatlan időjárás sok fejtörést okoz a gazdálkodóknak, hol a szárazság, hol a jégeső teszi tönkre a termést. Bács-Kiskun megyében hatalmas szőlőültetvények és mezőgazdasági területek vannak. Ezért nekik nagy tapasztalatuk van például a jégeső kivédésére. Komoly jégvédelmi rendszerük van, és megígérték, szakmai partnerként segítenek, hogy egy hasonló projekt nálunk is létrejöjjön, mondta a találkozó után Péter Csaba, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. A politikai lózunkokat félre kell rakni, és el kell kezdeni valós gazdasági dolgokról beszélni. Meg kell konkrétan határoznunk Kárpátalján, hogy mi az, ami számunkra elérhető, mint gazdaság, és mi az, ami vállalható hosszú távon. Ezért fontos volt, amit kiemeltem, ugye, hogy a borászat mellett esetleg a gombatermelés lehetne, de viszont minden egyes mezőgazdasági vállalkozásnál a legnagyobb rizikó számunkra ez a jégkár. A korai jégkár, ami az idén is sajnos már elérte gazdáinkat, termelőinket, és ezért a legfontosabb lenne egy kárrendszer, egy jégkárrendszernek a kialakítását. Azért mertem felemelni ezt a kérdést ma, mert tudom, hogy a Bács-Kiskun megye ebbe előre jár, és ők náluk van elegendő tapasztalat erről, hogy valójában milyen eszközök kellene, milyen típusú és jellegű jégkárvédőket kellene beszerveznünk, és ahogy említettem, és most is én azt vallom, hogy ez a mi felelősségünk, mint a kárpátai politikusok, hogy megteremtsük ehhez vagy az anyagi, vagy pedig a partneri oldalát. Több módszer is van, ami számunkra szerintem a legegyszerűbb lenne, ez a úgynevezett jég elhárító puskák. Ez úgy működik, hogy a meteorológiai előrejelzők azok időben pontosan megadják a koordinátát
a jég felhők, a felhőknek, melyben a jég ott van, és egy pontos időben egy megfelelő összetételű anyagot lövünk ki az égbe, ami a megkövesedett folyadékot ugye csapadékká változtassa el. Nemzetközi gazdasági konferenciát tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Beregszászi Konzulátussal és a Nemzet Stratégiai Kutatóintézettel közös szervezésben. Az esemény apropóját az adta, hogy 50 évvel ezelőtt alapították a közgazdasági Nobel-díjat. Nehéz gazdasági helyzetben van ez a térség most, és érdemes akár kutatásokon keresztül is közelebb jutni ahhoz, hogy milyen megoldásokat lehet találni itt a jövőre nézve, hogy aztán egy olyan helyzet álljon elő, hogy a következő Nobel-díjas, aki ebből a térségből származik, se ő se a családja ne gondolkozzon azon, hogy elhagyja ezt a térséget, és itt alkosson, és itt találja meg a számításait. Ebben egyébként a magyar kisebbségi közösségnek rendkívül nagy szerepe van, mi ezért is társulunk mindig boldogan ezekhez a rendezvényekhez, akciókhoz, mert nyilván egyrésztről a mi intézetünk is felelősséget visel a határon túli magyar közösségekért, de másrésztről azt is kell látni, hogy ezek a közösségek hathatósan hozzá tudnak járulni az egész magyar tudományosságnak a teljesítményéhez. Ez a konferencia is ezt bizonyítja. És egyébként meg a többségi nemzet partnerségében az adott országnak a tudományos teljesítményét is gazdagíthatják, mint ahogy itt látható is volt, szép számban jöttek el egyébként Ukrajna belső részeiből, de más országokból is résztvevők. A számviteli műhely itt a főiskolán belül az egyik leginkább, legjobban kibontakozott és legtöbb kapcsolatot ápol talán itt a főiskolán belül a különböző egyéb ukrajnai képzőhelyekkel. És azt kell látni, hogy az a fajta technológia forradalom, ami most az egész gazdaságunkat átjárja, az bizony lecsapódik a számvitelben is, és fura módon ott is egyébként visszaköszön és begyűrűzik ez a digitalizáció és az ezáltal teremtett új lehetőségek, ami abban is lecsapódik egyébként, hogy az élő munka, a igény az rohamosan csökken a robotizációval, még ezen a területen is, ami alapvetően egyébként klasszikusan papírmunkára épül. És ezt hallottatok egyébként mind a magyarországi, mind a főiskoláról jövő, mind pedig a Ukrajna más részéről érkező előadók által is, hogy most ez nagyon foglalkoztatja ez a kérdéskör ezt a szakmát, úgyhogy itt volt az ideje mindenképpen, hogy ez a műhely, ez a közösség is akkor ezt elkezdje gondozni ezt a témát, és az a csodálatos ebben, hogy ez legalább annyira szolgál kárpátaljai tudományosság számára, mint ahogy egyébként az egész magyar tudományos élet számára is, akár még Ukrajnának a tudósait is megmozgatja ezen a téren, és bevezeti ezt a témát a közgondolkodásba. Thank you.
70 évvel ezelőtt osztották ki az első gazdaságtudományi Nobel-díjat, és ugye beregszázi gyökerekkel rendelkező Nobel-díjasok is vannak a díjazottok között. Az egyik az Milton Friedman, aki itt beregszázról való, és ugye Lengyelországon keresztül aztán Amerikában tudta megvalósítani azokat a céljait, és Nobel-díjat szerzett. A másik részben ugye milyen kárpátai ukrán megye is, olyan csatlakozási pontok vannak a témában, hogy ukrajnai Nobel-díjasok is részt vettek a tudomány fejlődésében a 20. században, ez Simon Kuznets közgazdász nevéhez fűződik, és ezért próbáltuk, hogy ezeket a személyeknek a tudományosságát belevéve, valamint azokat a gyakorlati pénzügyi számíteli újabb kihívásokat, amelyek a mai közgazdaságtant foglalkoztatják, azoknak a kérdéseknek a megválaszolását azt itt tudományos grémium elé terjesszük, és válaszokat tudjunk kapni rájuk. Kiemelkedően fontos tematika számunkra, és a Kárpát-medencei gazdasági térségnek a kihívásait, kárpátai gazdaságfejlesztéséről beszélve, külön szekcióval, mondjuk így, külön szekciót szánunk ennek a kérdésnek a megvitatására, és ugye az ukrajnai európai integrációs folyamatoknak egy fontos eleme a számíteli pénzügyi folyamatoknak a nem csak jogi, hanem a technikai implementálásának a folyamatára reflektálunk, és szakcióelőadásokban erre is ki fogunk térni, és ez reméljük segít nem csak a gyakorlati megvalósításban, hanem a diákoknak a képzésében, a szakmai tudásának a fejlődésében, és újabb technikáknak az elsajátítására. Négy évvel ezelőtt alakult a startnyelvközpont Beregszászon. Az egyik kezdeményező, Kurmai Mondics Lívia személyében olyan helyi, tenni akaró fiatal volt, aki szülőföldjén akart maradni és valami hasznosat tenni. Sikerük egyik titka, hogy oxfordi mintára saját tantervet dolgoztak ki. Jelenleg mintegy 240 gyermekkel dolgoznak Beregszászon és a beregszászi járásban. Található a Levendula terem, itt pedig a Narancs terem. A Levendula teremben, mivel van interaktív tábla általában, angol foglalkozások folynak, a Narancs teremben pedig kisebb gyermekeknek folytatunk foglalkozást, magyar és ukrán nyelvűt, van szőnyeg, ahol papucsot felvesznek és kényelmesen érzik magukat. Ez a Narancs terem. Itt általában 7 gyermekkel foglalkozunk egyszerre. A nyelvközpontunkat 4 éve vezetjük, és azért volt rá szükség, mert idegen nyelv tanulás szempontjából ez nagyon lényeges volt. Idegen nyelvnek mondhatjuk itt az ukrán nyelvet is, mivel nem tudják elsajátítani olyan szinten a gyermekek, amilyen szükséges. Ezért angol, német, magyar és német nyelveket tanítunk itt idegen nyelvként. Elsősorban a szívünket tesszük hozzá, és a tudásunkat, minden tudásunkat, amit csak adni tudunk a gyermekeknek. Úgy érzem, hogy minden pedagógusunk jól megalapozott tudással rendelkezik ahhoz, hogy egy gyermeket idegen nyelvre tanítson. Továbbá szükségünk volt arra, hogy kidolgozzunk saját munkafüzeteket, például ukrán nyelvből és magyar nyelvből, mivel nem találtunk olyat, amiből
mint idegen nyelvet tudjuk előadni ezeket a nyelveket ilyenkorú gyermekeknek. Tehát magyarul ez 5 éves kortól körülbelül 15 éves korig terjedő időszakról beszélünk. Szükség volt egy olyan tankönyvre, ami érdekes is, izgalmas is, és a hétköznapi témákat dolgozza fel. Ilyen módon kidolgoztuk ezeket a start munkafüzeteket, amikből nagyon szeretnek tanulni a gyermekeink, és más gyermekek is, mert már egyre elterjedtebb. Volt más lehetőség is, hogy külföldön érvényesüljünk. Ha úgy ide kötött ez a kötelék jelenleg, akkor tulajdonképpen nem abban gondolkodtunk, hogy ez ekkora nagy nyelvközponttá növekszik, vagy válik, hanem tulajdonképpen a saját gyerekeinknek is akartunk valahol segíteni, amikor láttuk idegen nyelvtanárként, hogy azért nem biztos, hogy így megtanulja az angol nyelvet. És így ilyen piciből indult, és akkor ilyen nagyjá nőtt, mivel más szülő is hasonlóképpen gondolkodott. Cervone! Nagyon jó! Cervono po coloru! Nyelvtanárral együtt dolgozunk, és célunk volt az, hogy nem csak Beregszászban, hanem a környékén is elterjedjen ez a jófajta módszer, ahol tényleg megtanulnak a gyerekek angolul, vagy a hétköznapi beszédet magyarul és ukránul. Ezért kihelyezett tagozataink vannak, start tanodák, óvodákban és iskolákban Beregszász környékén. Jelenleg 240 gyermek tanul start nyelvközpontban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek tudjanak idegen nyelveket. Nem csak az angolt és a németet, hanem akár a környező népekét, akikkel együtt élnek. Mivel ez nyitottabbá teszi őket, és befogadóbbá a saját rokon nemzetekkel együtt. Tehát én úgy gondolom, hogy az első ellentét akkor adódik, amikor a gyerekek nem értik meg egymást, és a felnőttek sem, egy egyszerű alapkommunikációban. És úgy érzem, hogy hozzá tudunk járulni egy békésebb és boldogabb Kárpátaljához. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazin műsort a közösségi médiákban is. Viszontlátásra!